Nagyszombat megye vezetése a belügyminisztérium kérésére ajánlotta fel egyik oktatási intézményének kollégiumát, amely megfelel a szükséges feltételeknek. Dunaszerdahely városa várja a harmadik járásbeli karanténközpont megnyitásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat. Kérem a dunaszerdahelyeket, hogy egyfajta toleranciát ebben a témában viseltessünk közösen, mert lehet, hogy lesz közöttük pozitív tesztelt is, és bizonyára lesznek olyanok is, akinek nincsen semmi baja. Hogyha betegről lenne szó, akkor az állami infektológiára fog kerülni állami kórházokban, nem a Dunaszerdahelyi kórházban. Jelenleg azok, akik külföldről jönnek haza és meg tudják oldani, otthoni karanténban maradhatnak, ez azonban változni fog. 14 napra kötelező jelleggel államilag fenntartott intézményekbe kell vonulniuk. Ide lesznek hordozva az emberek, vagy saját maguk útján, tehát ha egyesével, kettesével jönnek haza, ők kötelesek jelentkezni ezekbe, megkapják, hogy melyik táborba kell menni, melyik karantén táborba kell menni. Ezen kívül lesznek olyanok, akik csoportosan jönnek haza, tehát azt már láttuk, hogy például tegnap is Írországba hazajött egy külön járat, repülőjárat, a bécsi reptéren szálltak le, onnén autóbuszra szállítsák őket, szintén karantén központokba, tehát nem haza, 14 napos karanténban, hanem karantén központokban. Napjainkban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az emberek tartsák be a koronavírus elleni óvintézkedéseket. Arra szeretném kérni a lakosokat, hogy saját magunk és embertársaink érdekében is viseljük ezt a maszkot, tartsuk be azokat az időpontokat, mikor az idősek mehetnek vásárolni, és ne tömegesen menjünk be vásárolni, mert nincs itt a világ vége. Egymásért is felelősek vagyunk, nem csak a magunkért és nem csak a családunkért. Azok a szlovák állampolgárok, akik külföldön tartózkodnak, április 2-áig kell jelentkezniük az adott ország szlovák nagykövetségén, ha állami segítséggel szeretnének hazajutni. Ezeket az utakat a tervek szerint április közepéig lebonyolítják, így a karanténközpontok várhatóan április végéig fognak működni.